környezetkutató, a Duna-Ipoly Nemzeti Park igazgatóság munkatársa, számos hazai és nemzetközi díjat nyert természetfotós. Szívügye a tudatformálás. Így képeivel, előadásaival, saját ismeretterjesztő cikkeivel, rovataival és vezetett túráival sokakat hozott már közelebb a természethez. Korábban kutatóként dolgozott az MTA intézetben, ahol elsősorban dunai halbiológiai felmérésekben, illetve kétéltűekkel, kérészekkel és talajtannal kapcsolatos kutatásokban vett részt. Az MME tagjaként pedig madártani vizsgálatokat végzett. Természet szeretete már kiskorában kialakult, s a természetfotózással 15 éve kezdett el foglalkozni. Az utóbbi években főleg azokat a témákat keresi megszállottan, amelyek kevésbé ismertek még a természetfotósok előtt is. A Magyar Természetfotó Nagydíjának első helyezettje, azaz a Magyar Természetfotó Nagydíjasa, Pottyó Imre. Gratulálunk! Eleinte csak a tájfotózást próbálgatta, s amikor egy hajnalban először burkolózott előtte a táj rózsaszín ködbe, annyira megfogta az élmény, hogy eldöntötte, természetfotózással fog foglalkozni. Fotózási palettája körülbelül 5 éve színesedett ki jobban, amióta férje és immár fotóstársa is beleszeretett ebbe a műfajba. Aggasztja, hogy az emberi behatás következtében számos dolog visszavonhatatlanul megváltozik. És attól tart, hogy azt a sok csodát, amely most körülvesz bennünket, a későbbi generációk már nem fogják látni. Ezért képeivel az egyik célja, hogy átadjon az általa megélt pillanatokból másoknak is, hogy ők is láthassák, mennyire szép a bolygónk, és ezen belül Magyarországunk. A Magyar Természetfotó Nagydíjának második helyezettje Szabó Irma. Gratulálunk! A Szegedi Tudományegyetem alkalmazott fotográfus szakán végzett. A Lucien Hervé kameraklubot alapította fotóművésztársával, ennek titkára volt 2015-ig. Fotója több országban jelent már meg, vagy állították ki. Tagja a MAUE fotóművészeti szakának, s a Dél-Magyarország napilap alkalmazott fotóriportere. Képi kommunikációt tanít a Szegedi Tudományegyetemen leendő újságíróknak, továbbá Budapesten is. Sándor falván megalapította a Fotóhét nevű átfogó szakmai fórumot, mely kiállításokkal, előadásokkal várja a fotózás kedvelőit. A madarak világát hobbiként fotózza az otthona körül kialakított röpföldön és más helyszíneken is. Fotóriporterként a társadalom ábrázolás, a társadalmi problémák fogják meg, s ez gyakran észrevehető természetfotóin is. A Magyar Természetfotó Nagydíjának harmadik helyezettje Török János. Gratulálunk! Kategória helyezettek. Fő kategóriák. A varázslatos Magyarország természeti szépségei. Harmadik helyezett Boronkai Miklós. Második helyezett Kandolka Károly. Első helyezett Ravasz Balázs. Gratulálunk! A
a varázslatos Magyarország madarai. Harmadik helyezett, Hajdú Tamás. Második helyezett, Szomjú László. Első helyezett, Török János. Gratulálunk! A varázslatos Magyarország egyéb állatai. Harmadik helyezett, Halmos Endre. Második helyezett, Potyó Imre. Első helyezett, Kocsis Ferenc. Gratulálunk! A varázslatos Magyarország kompakt szemszögből. Harmadik helyezett, Olá Attila. Második helyezett, Kónya Máté Bertalan. Első helyezett, ifjabb Németh Lajos. Gratulálunk! Alkategóriák. Ember a természetben. Harmadik helyezett, Szerencsi Gábor. Második helyezett, Török János. Első helyezett, Szakolcai Krisztina. Képek a nagyvilágból. Harmadik helyezett, Szabó Irma. Második helyezett, Kis Szilveszter. Első helyezett, Szakolcai Krisztina. Kedvenc színünk a sárga. National Geographic. Harmadik helyezett, Szerencsi Gábor. Második helyezett, Szakolcai Krisztina. Első helyezett, Kocsis Ferenc. Mozgásban a természet. Harmadik helyezett, Koncbisztric Tamás. Második helyezett, Kriska Ferenc. Első helyezett, Kocsis Ferenc. Gratulálunk! Külön díjasok. A közönség szavazás nyertese, Mátraházi Tibor.
A Natur Art külön díját Vonalkód című képért Kártyás Gergő kapja. A Metritep külön díját kapja Hentz Judit, Dósa László, Szakolcai Krisztina, Örsi Ákos, és Urbán Helga. Gratulálok!